Örülök, hogy ennyire jól sikerült az előző mérkőzésünk, és őszintén szólva egy kicsit én is meglepődtem, mennyire hatékonyak voltak a támadásaink. A végén az volt bennünk, hogy de jó lenne, ha meg lenne az 50 lőtt gól. Ez végül is nem sikerült, de nem baj. A lényeg, hogy nagyon jó meccset játszottunk, és nekem fontos az is, hogy jól védekeztünk, hiszen 11 gólt kaptunk csak az első fél időben, ami elégedettségre ad okot. Amikor egy ennyire sikeres meccsen vagytok túl, nagy különbséggel magabiztosan tudtok nyerni, az mennyire tesz jót a csapat egységnek? Egy ilyen meccs mindig erőt ad, hiszen ilyenkor élvezzük a legjobban a játékot. Nem görcsöltünk rá semmire, hanem csak játszottunk, amit tudunk, és kiélveztük a meccs minden pillanatát. Szerdán pedig a Vác ellen játszatok majd, mire számítasz azon a mérkőzésen? Egy kicsit utánuk néztem, és láttam, hogy nagyon jó szériában vannak. Nyertek az elmúlt meccseiken, többek között Debrecenben is győzni tudtak, és még az Érdet is megszorongatták. Ez azt jelenti, hogy nekünk is nagyon komolyan kell vennünk őket, és tanulnunk kell például a siófoki vereségből. And I think for us it's really difficult because our last deplacement is Siófok, we lost. So I think for us it's a really good, yes, defi. So what do you think? Mi lehet majd a kulcs a sikerhez? I think a really good defense. A jó védekezés és az, hogy ebből tudjunk majd labdákat szerezni. Ebből szeretnénk majd gyors gólokat szerezni. Ha ez nem sikerül, akkor viszont nehéz dolgunk lesz. A Vácnak nagyon jó fiatal balátlövője és irányítója is van. Rájuk különösen oda kell majd figyelnünk a védekezésben.